Alamiznás Szent János erekjéiről Forrás Zalka János, a római pápa titkos kamarása, Eger 1860 Alamiznás Szent János tetemei Ciprus szigetén, Amatumban temettettek el. Két püspök teste közé, melyek Szent János temetésekor egymástól félrevonultak, hogy a szent tetemeknek helyet adjanak sok századok után szent tetemek Konstantinápolyba vitettek. Miképp kerültek azok Pozsonyba? Leírta a Draskovics György, Pécsi püspök és pozsonyi prépost. Ennek Pázmány Péterhez intézett leveléből kivonatban ide írjuk a több ízben történt átszállítások történetét. Mátyás király ajándékba kapta a szent testet a török császártól, miként Temesvári Pelbárt főjegyzé a Szent Erekje Budavárába hozatott, s a királyi vár kápolnájában sok csodával tündökölt, és november 12-én különösebb ünnepéllyel tiszteltetett. A mohácsi veszedelem után szalonkeményi János, Bánfi János és Lukács atya Pozsony mellé remete Szent Pál szerzetének Mária Talli kolostorába vitték 1530-ban. Még ugyanazon évben pünkös napján első Ferdinánd apostoli király parancsára, Kerecsenyi Szalai János, pozsonyi gróf, a pozsonyi káptalannak adta át, mind Szent János testét, mind a különféle kincseket, melyekkel Szent János testét a hívek megtisztelték. E kincsek, képek, keresztek, stb. négy ládát töltöttek meg. Draskovics beszéli továbbá, hogy évenként, november 12-én papok vitték vállaikon a szent testet a kincstárból a főoltárra, a nép szent énekeinek zengedezése között. Boldog emlékezetű pázmány Péter Bíbornak és Prímás 1632-ben ezüstkoporsóba tetette a szent erekjét, s a káptalan templom szentélyében, az episztola oldalra csinos helyet készítetett számára, mindig égő lámpával is ellátván azt. Bevégezvének készületeket 1632. január 22-ére meghitta a szomszéd püspököket és káptalanokat. Nagy készséggel jöttek ezek Szent János tisztelni. Az említett napon délutáni három órakor fényes körmenettel ment pázmány a kincstárhoz, és a püspökök segítségével fölemeli a szentestet, s fákják világánál a főoltárhoz vitte, hol a vecsernye elvégeztetvén a nép a szent erekjet tisztelésére bocsáttatott. De oly sokan jöttek, hogy azután másnapra kellett a tolongó népet utalni. A pozsonyi kanonokok és szerzetesek az egész éjt szent énekek és imák között töltötték a szent test mellett. Másnap, január 23-án magyar és tót nyelven dicsbeszéd tartatott Szent Jánosról, azután Pázmány maga tartá a nagymisét. Ezt követi a német dicsbeszéd, végre a körmenet a templom déli oldala melletti temetőnél. A szent testet arany mennyezet alatt pázmány és más püspök süveges főpapok vitték. Körmenet után a szent test szőnyegekkel bevont dobogon, a szenté oldalán készített helyre föltétetett, s aranyozott vasráccsal befödetett. Az ünnepét január 22-én Jöjj el szent lélekkel kezdék, január 23-án, téged Isten dicsérünkkel végezték. E szent erekék alá temettettek el 1637-ben Pázmány Péter, 1666 Lippai György, 1695 Széchenyi György, Magyarország primásai, Esztergomi nagynevű érsekek. Száz esztendeig nyugodtak Alamizsnás Szent Jánosnak eregjéi e helyen. Míg végre Eszterházi Imre Prímás és Esztergomi érsek, az említett pozsonyi káptalan templom északi oldalát igen csinos kápolnát építetett, és annak oltárára vivé át 1732. október 28-án a Szent Erekjéket, hol jelenleg is nyugosznak és nagy tiszteletben vannak. Ugyan Eszterházi Imre társulatot is alapított Szent János tiszteletére, amelyet 13. Benedek pápa megerősített. 1745-ben ez áldott emlékű prímás meghalván e kápolnába temettetett el. Sírkövének e föliratát maga készíté. A könyörületesség e bámulandó csudájának, Alexandriai Szent Jánosnak alatta, én, benned Istenem, védve az irgalmasság kegyes atyától, aludni fogok és megnyugodni. Fráter Imre A Szent Testből 1632-ben hiányzott a jobb kar felső része, a bal kar pedig teljesen. Egy karcsont Bécs új helyben tiszteltetett a Paulinusok templomában, Forgács Bibornak és Primás engedelmével 1612 körül egy lábúj, második Mátyás királynak adatot, ki azt később a bécsi jezsuiták házának adta. A kész csontból egy darab a pozsonyi káptalan kincstárában drága szekrénykében tartatott. Egyik lápszára, 11. Kelemen pápa ítélete következtében Budára visszavitetett. Budaváros ugyanis a régi birtoklás jogcíménél fogva visszakövetelte az egész testet. Pozsony pedig a királyi adományozásra hivatkozott, 1715-ben tehát az országgyűlés elé került a pör. Ekkor harmadik Károly király és 11. Kelemen pápa úgy intézték el a dolgot, hogy Buda kapta a jobb lábszárt, a test többi része pedig Pozsonyban maradt. Budán tehát a mostani városházában, keresztély Ágost, Bíbornak és Prímás jóváhagyásával Fényes kápolna építetett Szent János tiszteletére, és a Szent ereke átvételére követek küldettek pozsonyba. Itt a teljes káptalan jelenlétében a láb a testtől levétetett, aranyjal hímzett sejemszövetre tétetett, s üveg szekrénybe zárva hajón hozatott Budára. A hajó július elsőjén Buda laknál kötött ki, e külváros plébánosa átvette a szenterekét és köztiszteletre kitette Sarlós Boldogasszony templomában. Innét július 7-én fényes körmenettel vitetett föl a Szent a Városház kápolnájába, hol péntekenként Szent Mise tartatott, a kápolna évnapja pedig pünköst utáni 16. vasárnapon ünnepeltetett. Második József császár rendelete a gazdag kápolnát megszüntette, és Szent János lábszára nagyasszonyunk plébánia templomának adatot át. Újabb alapítvány következtében e plébánia templomban Alamizsnás Szent János napját követő vasárnap a Szent Erekje kitétele mellett ünnepélyes isteni szolgálat tartatik. Még egyet. Draskovics írja, hogy Szent János teste fekete habos sejem ruhába volt öltöztetve, mi mondó ruháján pedig, és válkendőjén, apró gyöngyökből néhány közben járására vonatkozó szók voltak hímezve. Lábjegyzet Följegyezzük itt a régi hagyományt, mely szerint aki e szent erekéből valamit elcsípett, megtébolyodott. Midőn forgács bíbornok korában, mint elbeszéltük a lábúj leveendő vala, csak nagy nehezen szánta el magát egy istenfélő a lábúj levevésére. Szent misét mondott a szent erekénél, és így teljesíti a munkát. És csodálandó dolog ugyanezen pap is nem ugyan mindjárt, hanem életének vége felé, komoly szemtanúk után beszéli Draskovics, megtébolyodott. Lábjegyzet vége. Közöttünk maradtak az 1200 éves erekék, Incsenek azok minket Szent János bőkezűségére, alázatosságára és szelíd engedékenységére. Alamiznás Szent János püspök életéről született Ciprus-sziget Amatunt városában. Szülei igen gazdagok voltak. Ifjú korában házasságra lépett, de feleséges gyermekei hamar elhaltak. Özvegyen maradván birtokait eladta, és a bevett pénzt a szegények közt kiosztá, mely bőkezűség őt az egész keleten híres sétette. Így történt, hogy mindenkitől szerettetnék, s hogy 608-ban az alexandriai hívek egy szívvel, lélekkel, pátriárkának választanák őt. Midőn Alexandriába jött, hogy a pátriárkai széket elfoglalja, összeíratta a város szegényeit, s rendelkezett ellátásukról, noha azok száma a 7500-at meghaladta így cselekedettel tevé nevezetessé fölszenteltetését. Az alexandriai pátriárkaság ugyan gazdag volt, de annak minden jövedelmét az így számos szegényekre költvén, többször maga Szent János is mások alamizsnájára szorult, mely ismét csak a szegények kezébe került. A szegényekért tett nemes cselekedeteit több oldalon keresztül ismertetik. Az élete vége felé Konstantinápolyba utazott, és Rodosz szigetén az úr megjelenteti neki halálának közelettét. Ekkor egyenes Ciprus felé tartott, és Amantuban szülőföldjén 619-ben szent lelkét teremtőjének föladá.